Jaj, jó reggelt mindenkinek! Igazság szerint már nem is reggel van, hanem késő délután, és amikor ezt az adást nézitek, én már régen úton leszek Ljubljana felé, ott lesz egy ilyen nagy science fesztivál, illetve kapcsolódó szakmai rendezvények, ezen fogok részt venni. Nagyon-nagyon várom, viszont az egész napom emiatt egy iszonyat nagy pörgés. Szóval itt vagyok abban a rádió stúdióban, ahol a podcast adásokat szoktuk felvenni Habcival, és ő még nem érkezett meg, de rövidesen megjön. Addig felvázolom nektek, hogy mivel készülök neki. Ugye a podcast adásnak van egy olyan rovata, amit hírkvíznek hívunk. Hírkvíznek az a lényege, hogy aktuális tudományos híreket csűrünk, csavarunk, és felteszünk három opciót egymásnak kérdésként, és el kell dönteni, hogy melyik az igaz. Én is hoztam most két hírt neki, kíváncsi vagyok, hogy hogy fog teljesíteni. Egyébként jelenleg ő vezet a hírkvízben, úgyhogy ez nekem nagyon-nagyon nem szerencsés. De itt van egy hír, amit nemrég találtam. Az Európai Szabadalmi Hivatal honlapján jelenleg is lehet szavazni arra, hogy kik kapják az idén az európai feltalálói díjakat. Nézegettem a jelölteket, és az életműdíj szekcióban volt ott három fickó, ketten orvosi területen vannak, viszont egy svájci fickó teljesen más csinál, mint a többiek. Ezt az urat Elmar Mocknak hívják, és több száz szabadalmi oltalom kötődik a nevéhez, köztük egy olyan is, ami annó a padlóról rántotta fel a tipikusan svájci iparágat a 80-as években, vagy legalábbis Svájchoz kötjük. Nézzük, mi az a három opció, amit felteszek majd neki. Nem árulom el nektek sem, hogy még az ordas nagy kamu, kettő, és még az az egy, ami tényleg helyes, tényleg valós információ. Tippeljétek meg így menet közben. Tehát az A. A döglődő sajtipart reformálta meg azzal, hogy megalkotta az első élelmiszeripari bioreaktorokat, amelyekben mesterségesen is elő tudtak állítani oltóenzimet. Ez korábban egy szűk keresztmetszet volt a sajtgyártásban, hiszen addig állatokból nyerték ki a renninnek hívják ezt az anyagot, tehát a rennint állatokból nyerték ki, ha minden igaz, borjaknak a beleiből. Innentől kezdve viszont a sajt előállítási költségek a töredékükre zuhantak, úgyhogy beindulhatott a nagyüzemi sajtgyártás, és visszanyerte a svájci sajt az eredeti fényét. B. A 70-es évek közepén egy erős lejtmenetbe fordult a svájci bankszektor, egész egyszerűen nem tudott lépést tartani az Egyesült Államok, Anglia vagy Németország pénzügyi szolgáltatásaival. Mock azt dobta be, hogy minden jele arra utal, hogy a hétköznapi emberek életében is egyre nagyobb szerepet játszik a számítástechnika. Úgyhogy mi lenne, ha Svájc világelső lenne abban, hogy elektronikus banki szolgáltatásokat is nyújt az ügyfeleknek? Ez egy óriási előre menekülés volt a részéről, de mire a PC-k elterjedtek, lényegében már a világ minden bankja a Mock által fejlesztett banki informatikai rendszereket használta. Ez volt tehát a B, vagy C. Bevezette a műanyagok használatát és az ehhez kapcsolódó folyamatokat az óragyártásba, ami a svájci órásmesterek szellemiségétől ugye mondanom sem kell, hogy nem is állhatna távolabb. Olyan eljárásokat fejlesztettek ki, amelyekkel visszaszorították a szükséges alkatrészek számát, és a gyártást is igen hatékonnyá tették. Tehát három lehetőség van. A. A sajtgyártást reformálta meg, B. A bankrendszert, banki szolgáltatásokat, vagy C. Olcsó, jó minőségű órákat készített műanyagból. Kíváncsi vagyok, hogy Habci mit fog ezekre válaszolni. Remélem nem találja el, mert akkor még nagyobb lenne az előnye velem szemben. Hát nem tudom, remélem jókat sikerült kitalálni. Tegyétek meg a tétjeiteket, és nézzük a helyes választ. Nem lesz időm ide bevágni mindenféle animációkat, úgyhogy most én kattogok majd nektek. Tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik. És hölgyeim és uraim, a helyes válasz a C. Ő volt az a fickó, tehát Elmar Mock, aki a Swatch órákat bevezette, illetve az egész gyártás technológiát, ami ehhez kapcsolódik, és szerintem egy eszméletlen figura. Nézzétek meg, be fogom linkelni ide a videó alá a bemutatkozó filmjét ehhez az Európai Feltalálói díjhoz. Úgyhogy nézzétek meg és szavazzatok rá. Persze megnézhetitek a többi jelölteket is, és aki szimpatikus, nyilván arra adjátok le a szavazatot, de szerintem ez egy tök jó kezdeményezés az Európai Szabadalmi Hivatal részéről. Hát röviden most ennyi volt ez a videó. Amikor majd a vonaton leszek, és remélhetőleg nem lesz túl sok ember körülöttem, akkor majd előveszek más témákat is, és dolgozom azon, hogy mi minden kerüljön majd fel erre a csatornára, de természetesen várom a ti javaslataitokat is, kommentben odalent a videó alatt jelezhetitek. Valahol itt oldalt, vagy ezen az oldalon fel tudtok iratkozni, nem látom most a telefonon keresztül, hogy melyik oldalon van szabad hely, valahova berakom a feliratkozás gombot. Legyen szép napotok, sziasztok!